Mindketten teljes odaadással, szívetek egész szeretetével őrizzétek gyűrűiteket, házas életetek sértetlenségét és tisztaságát. Köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. Egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetségen házasság. Több mint 20 éve Angliából indult el egy kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Már a 4 kontinens 21 országában ünneplik a házasság hetét. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek. Azt látom, hogy valóban tehát a hit, a kapaszkodó pont az mindig is fontos az ember számára. Minden kapcsolatban fontosak azok a kapaszkodó pontok, amiket akár a saját életünkben is felfedeztünk, vagy amiket láttunk az élettapasztalataink során. Nyilván, hogy az ember próbál a másikba kapaszkodni, de a másik is gyenge sokszor, vagy ő akar kapaszkodni belénk. Nyilván, hogy az Isten szeretete az, de az Isten szeretete az nagyon tág fogalom, hanem az konkrét eseményekben, vagy pedig konkrét személyekben mutatkozik meg leginkább. És hát nyilván, hogy erre próbálunk fókuszálni, hogy olyan tapasztalatokat, olyan személyeket állítsunk, akik már talán többet tapasztaltak meg az életből, vagy pedig olyan előadásokat szervezünk, amelyek valóban átsegítenek bizonyos olyan hullámvölgyökön, vagy viharokon, amiket az ember úgy élete során megtapasztal. A szervezők különösen azokat szeretnék most megszólítani, akik a családjukban akár generációkon át konfliktusokkal terhelt mintákat láttak, és nem volt a közelükben harmonikusan működő család vagy házastársi kapcsolat. Magyarországon a 7 idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Az idén, hát aki eljön, nyilván regisztrációhoz kötött, hiszen nem az, hogy szűkös a hely, csak hogy mi is tudjunk tervezni, hiszen akár az előadók, akár azok, akik vállaltak szerepet, azok tudják, hogy hány embernek is kell beszélniük, vagy hány emberre fókuszáljanak, akár játék tekintetében, akár bármi másban. És a Szent Imre gimnázium épületében, a kápolnában lesznek ezek az esték 14-én, 15-én és 16-án. A részletes programokat megtalálják az érdeklődők a házassághete.hu oldalon.